A mesterséges intelligencia divatos téma, de egyáltalán nem új. Az emberiségnek régi kérdése, hogy lehet-e egyáltalán életet teremteni. A középkori alkimisták foglalkoztak homunculus kísérletekkel, azaz lombikban próbáltak embert előállítani. Tehát ugye ezek a kísérletek sikertelenek voltak, és tulajdonképpen a probléma igazi lényegét Madács tökéletesen megfogalmazta az ember tragédiája 12. színében. Itt a tudós, aki kísérletezik a lombikban az ember előállításával, ezt mondja: mit gúnyolottok, nem látjátok-e? Egy szikra kell csak, és életre jő. Mire Ádám mondja: de azt a szikrát, azt honnan veszed? Tehát ez a lényeg. Igazán félreértik az emberek, azt hiszik, hogy az élet azonos azzal a durva fizikai testtel, amit látunk, amit tapintani tudunk, amivel közlekedünk, de valójában az életnek nem ez a lényege. Az élőlény hármas szerkezetű. Van ez a durva fizikai test, amit látunk, ami működik. Van ezen kívül egy finom fizikai test, ami az elméből, az intelligenciából és a hamis egóból áll, de ez még mindig nem az élőlény, hanem a lélek az élőlény. Az az örök lelki szikra, amit Madács tudósa mond, egy szikra kell csak. Na, ez az a szikra, amitől az élő ez a test, amiben benne van. Jó kérdés, hogy mi is ez az intelligencia? Szokták mondani, hogy az intelligencia az, amit az intelligencia tesztek mérnek, mert a pszichológusok sem nagyon tudják, hogy mi az az intelligencia. Tehát ez annak a finom testnek az egyik alkotó része, egy úgynevezett finom fizikai elem. De azért az is érdekes, amit az Oxford Dictionary mond, ahogyan meghatározza, hogy ez egy olyan képesség, ami tudásszerzés és készség megszerzésére és alkalmazására irányul. Tehát ez az intelligencia. A mostani mesterséges intelligenciának nevezett dologgal próbálnak olyan gépeket előállítani, amelyek önálló cselekvésre képesek. De vajon van-e egy ilyen gépnek, egy robotnak szabad akarata? Ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, mert vagy mit fog csinálni egy robot még akkor is, ha esetleg saját testét, saját szerkezetét újra tudja tervezni és újra tudja építeni, akkor is azt fogja csinálni, amit beleprogramoznak. Mi hiányzik egy ilyen robotból? A tudat. Az a valami, az a valaki, aki megéli, ami történik. És itt jutottunk el arra a pontra, hogy vajon miért ölnek bele milliárdokat ezeknek a robotoknak a fejlesztésébe. Hát nyilván nem azért, hogy a hűtőszekrény maga adja fel a rendelést, hogyha fogytán van a tartós tej. Ezért nem fognak dollármilliárdokat beleölni a kutatásba. Sajnos az a helyzet, hogy ezeket a dollármilliárdokat azért ölik bele a fejlesztésbe, hogy olyan harci robotokat tudjanak gyártani, amelyek az ember közvetlen irányítása nélkül is ölni, pusztítani képesek. Van egy rossz hírem a fejlesztők számára. A karmát, azaz a tetteknek a következményét továbbra is azok fogják viselni, akik a robotokat megépítik, beprogramozzák és szabadon engedik.